Sziasztok! Mint ígértem, visszatérek. Szintén egy visszatérő kérdés, amit így privát üzenetben vagy ilyen találkozókon szoktatok kérdezni, hogy tehát melyik faragólap, vagy egyáltalán melyiket érdemes megvenni, hogyan kell gondozni. Speciális helyzetben vagyunk mi itt ugye Magyarországon, mert a láncfűrészes faragás, hogy az ország határ bármelyik irányába elindulunk, mindenhol már egy ismert dolog. Nálunk van úgy, hogy igazából én azt mondom, hogy nagyon gyerekcipőben jár. Nagy örömömre egyre többen próbálkoznak láncfűrészes faragással, illetve egyre több képviselője van országunkban. Nem csak férfiak, hanem hölgyek is. Itt ebben a videóban azt szeretném még a saját tapasztalataimból elmondani, hogy mi a különbség a faragó lapok között, illetve mondjuk én még milyen trükköt szoktam használni a legnagyobb úgymond probléma ellen, a megfelelő olajzás ellen. Az előző videómban tettem már említést arra, hogy az olajzó lyukakat én meg szoktam tágítani, illetve mondtam azt is, ugye elmondtam, hogy Magyarországon igazából, ami úgymond könnyen elérhető és forgalomban lévő faragólap, az két márka képviselteti magát. Az egyik a Sugihara, amit igazából a kertmotoron keresztül meg lehet rendelni, illetve vannak a kanonlapok, amit pedig a Grube Kft. Keresztül megrendelhető. Mindegyik márkának mindenféle méretben van lapja, tehát hosszúságban, illetve orrádiuszban is. Ami úgymond tényleg majdnem teljes palettában megrendelhető, az a Canon márka. A Sugiharának két fajta lapja van, ami országunkban elérhető, az a 35 centis ennél nagyobb, tehát hosszabb lap, illetve ez, ami a kezemben van, ez az úgymond legkisebb lapja, ez egy 25 cm-es lap, 1-1-es núttal, és ennek a legkisebb az orrádiusza. Az orrádiusz alatt igazából, amit értünk, tehát ezen a gépen van egy úgymond általános lap, egy 35 mm-es orrádiusza van, 25 mm-es orrádiusza van, ennek a Sugiharának, ugye ez a legkisebb, tehát értelemszerű, hogy sokkal finomabb és sokkal kisebb dolgokat is ki lehet ezzel szedni, mint mondjuk egy ilyen 25 mm-essel. A hosszúsága a lapoknál, igazából én erre azt szoktam mondani, hogy munka, illetve felhasználás függő, hogy melyiket választjuk. Egy rövidebb lapot sokkal könnyebb irányítani, szerintem szebben lehet vele dolgozni. Vannak úgymond a hosszabb lapok, ezeket azért nehezebb irányítani, de mindegyiknek megvan a megfelelő munkája, hogy melyik mit csinál. Van például ez a 35 mm-es orrádiusz, ezzel azért nagyon szépen lehet nagyolni, például a kezdeti lépéseket lehet mondjuk egy ilyennel elkezdeni, és utána minél kisebb tulajdonképpen, annál finomabb és szebb munkákat lehet elérni a végére. Ezek tulajdonképpen a Sugiharái azok, ami itthon elérhető, az multilapnak hívják, tehát legyen az német, svéd, bármilyen márka, mindenhova felszerelhető. Spanoló lyukak alkalmasak ugye mindegyik géphez, illetve az olajzójuk is. A Canonnak is létezik multilapja, én ezeket szoktam vásárolni, de a Canonnak van kifejezetten Husqvarnához, kifejezetten Steelhez, kifejezetten Dolmárhoz is, de a multilapok is ugyanúgy passzolnak hozzá. Itt igazából ami fontos és ami tapasztalatom, hogy nem minden esetben kap megfelelő olajzást a lánc.
Ezeket a lyukakat szoktam én megtágítani, tehát így a újonnan, amikor megjönnek vagy megvásárolom a lapokat, ezeket igazából egy... A kanon az mondjuk bitang kemény anyag, tehát ahhoz egy jó minőségű fúrószár kell, hogy meg lehessen egyáltalán fúrni. A sugiharát ezt egy kicsit könnyebben meg lehet, de én mondjuk egy ilyen turbómarróval szoktam ezt felmarni. Igazából, majd bemutatom a videóba, igazából csak egy kis vájatot csinálok mindegyik lapban, hogy az olaj az könnyebben bekerüljön a helyére. Illetve van egy olyan új dolog, ez 2019 második felébe kezdte el a Canon mutogatni, itt lóg is rajta. Ezt igazából ma vásároltam a lapokat, és meglepődtem, hogy gyárilag adnak hozzá. Egy olajterelést szolgál a dolog. Igazából majd amikor felszereljük a lapot, ezt a másik oldalára, tehát a lenzdekni felüli oldalára kell felszerelni. Ennek annyi a jelentősége, hogy ami olaj forog, aki már faragott többet, az tudja, hogy igazából mindenhol tocsog az olajba. Ez azt a célt szolgálja, hogy majd feltesszük ide a lapra, és tulajdonképpen a felesleges járatokat ez lezárja. Ez egy olajálló anyag. Csak a megfelelő olajat kerinteti tulajdonképpen, tehát nem lesz akkora veszteség elméletileg. Erre még nekem nincsen tapasztalatom, csak videókat láttam róla. Ott igazából jókat mondtak róla. Lényeg a lényeg, hogy ez már gyárilag adható hozzá, bár nagyon egyszerűen, tehát hogyha valaki mondjuk például a sugiharát választja, le lehet ragasztani egy jó minőségű ragasztóval, tehát ami nagyjából olajálló, le lehet ezt a részt ragasztani, és ugyanazt érjük el, mint mondjuk a Canonnak ezzel a gyári anyagával, amit mondjuk felár nélkül adnak hozzá ilyen szépen becsomagolva. Igazából ez a gép, amit egy előző videóban bemutattam már, hogy hogyan is alakítottuk át egynegyedesre. Gondoltam, hogy ezzel megmutatom akkor a marást is, hogy én mondjuk mit csinálok vele. Igazából passzolnak a lyukak, tehát elviszi az olajat, de nem a megfelelő mennyiségű. Tehát nekem az volt a tapasztalatom, hogy amire mondjuk ezt kikísérleteztem, elégett nekem is egy pár lap, hogy lényegesen meghosszabbítjuk vagy meghosszabbítom a lapnak az élettartalmát. Az fontos tudni, hogy az ilyen méretű lapok, ezeket gyártók is maximum 45 centis gépig ajánlják. Ha valaki nagyobb gépre teszi fel, ott is ugyanúgy működik, de azt figyelembe kell venni, erősebb gép, nagyobb a láncsebesség, és a kopása az viszont sokkal gyorsabb lesz a lapnak. Tehát a élettartalmát úgymond rövidítjük azzal, hogyha nagyobb gépre tesszük. Visszatérő dolog, hogy sorjásodnak a lapok, több ilyen úgymond kérés vagy kérdés is volt, hogy mit csinálok vele, mindegyik lap felsorjásodik, tehát amit erdészeti vagy otthoni felhasználásnál használunk lapokat, azokat is időnként sorjázni kell, illetve forgatni a lapot. Ugyanúgy ezeknél is, tehát ez teljesen általános dolog, tehát ez nem a lapnak a minőségi hibája vagy a problémája. Itt azért viszonylag nagy erők, meg nagy hőmérséklet van, tehát erre néha rá kell szánni az időt, hogy a lapot is ki kell takarítani, illetve le kell sorjázni. Tulajdonképpen, hogy is vagyunk?
ezt az oldalát fogjuk felmarni. Most ebben a videóban. Igazából ezt satúban szoktam én csinálni, de hogy így videón keresztül lehessen látni, megpróbáljuk most így. Lehet, nem egy nagy összeg, mondjuk ez a turbomarró fej, ezt be lehet rakni egyenes csiszolóba, illetve fúrógéppel is meg lehet csinálni. Fúrószárral, meg fúrógéppel viszonylag nehéz feladat. Igazából ennyi a tudomány. Valahogy így, nem tudom mennyire látszik így kamerán. Ennyi, amit én ezzel csinálni szoktam. Sokkal könnyebben betalál az olaj. És hogyha ezt most már ide visszaszereljük. Ezen a gépen már ki is lehet próbálni a Canonnak ezt az újítását. Amit igazából én is usokok fel először. Ez majd kiderül, hogy mit csinál, mondjuk én nagyon kíváncsi vagyok rá. Még mondjuk itt az olajnál annyit elmondanék, hogy ez is így egy fórumokon, meg több helyen így felmerül, hogy jó a fáradt olaj, jó a fékolaj, jó a mindenféle olaj. Mert azt szoktam mondani, hogy nem napolajjal szoktunk rántott hús sem csinálni. Tehát meg kell venni a megfelelő lánckenőolajat. Ami faragásnál, tehát végigpróbáltam a rengeteg fajta olajat, tehát mindenféle olcsóbb olajat, nagyon sok márkának az olaját. Igazából nekem ami bevált, az a Polar Lube olaj, amit az olajomak sajátjaként tekint, illetve a Husqvarnának is a lánckenő olaja nálam nagyon bevált. Valamint van egy nagyon-nagyon jó olaj, de hogyha jól tudom, nem forgalmazzák, ezt egy külföldi faragóverseny alkalmával, az Aspennek van egy nagyon jó lánckenőolaja, ott volt szerencsém kipróbálni. Én mondjuk ezeket ajánlom, ezek rajta maradnak a lapon. Itt a legfontosabb ugye, hogy a vékony, gyenge olajat rögtön ledobja a lánc, és nem marad kenés. Remélem szintén tudtam segíteni, vagy megint tudtam segíteni. Igazából így, ahogy van, és már tényleg csak egy fa kell, meg egy kis benzin. További szép napot mindegyikőtöknek, sziasztok!